Bárány László a Master Good cégcsoport alapítója, kiemelkedő vállalkozó és üzleti vezető. Hosszú évek óta meghatározó szereplője nem csak a régió gazdasági életének, hanem a magyar élelmiszeriparnak is. Számos kihívást és változást kezelt sikeresen, melynek során mindig az innováció és a minőség iránti elkötelezettség vezérelte. Személyes odaadása és vezetői képessége révén a cégcsoport folyamatos fejlődésen ment keresztül, megszilárdítva pozícióját mind a hazai, mind a nemzetközi piacon. A Master Good cégcsoport több mint 43 országba exportál feldolgozott és tovább feldolgozott élelmiszeripari termékeket. Abban is hiszek, hogy nem csak embereknek, hanem családoknak is van sorsa. Mit jelent ez a mi esetünkben? Nekünk ezt adta a sors, hogy legyünk baromfisok, dolgozzunk sokat, és ha sokat dolgozunk, akkor boldoguljunk, és ha boldogulunk, ennek az eredményében osztozzanak mások is. Ugyanazzal a nevelési módszerrel nevelik az unokáimat a szülei, mint ahogy én neveltem őket. Munkára, rendre, tiszteletre nevelik őket, és most jött el az ideje annak, hogy az úgynevezett papa építő táborba, ami a cégbe való korai bevonást és a céggel való szakmai ismerkedést jelenti, eljönnek, munkaruhát kapnak, felöltöznek, egy hétig a papa és a kollégáim szakmai irányítása alatt dolgoznak, komoly fizetésért. Számos kezdeményezés és projekt tükrözi az irányítása alatt álló cég társadalmi és környezeti felelősségvállalását, ami példaértékű a magyar üzleti környezetben. Bárány László igazi lokálpatrióta, az általa létrehozott Bárány Alapítványon keresztül is támogatja a debreceni karitatív testület munkáját. 2020 óta évente 20 millió forint értékben ajánlott fel élelmiszercsomagot a rászorulóknak Debrecenben. Továbbá több 10 millió forint nagyságrendben támogatja a város sportegyesületeit, tehetséges fiatal sportolóit, valamint az egészségügyi intézményeket. A pénz az nem csak lehetőség, hanem felelősség is. És aki ezt a felelősséget igyekszik leseperni magáról, vagy óvatosan megkerüli, hogy nehogy rákerüljön a sor, amikor adni kell, vagy sokat kell adni, az biztos vagyok benne, hogy annak ott fönn nem húzgálják be a piros pontot. A gazdagságot én a barátaim számában, a környezetem pozitív visszajelzésében mérem, és abban, hogy mennyi időn belül tudok egy társaságban úgy feloldódni, hogy csak magamat adjam és adhassam, mert attól a pillanattól kezdve ez egy hihetetlen jó érzés, meg kockáztatom, ez egy eufórikus érzés, hogy az embert úgy szeretik, ahogy van. Imádom azt a környezetet, aki engem azért szeret, ami vagyok.